Fideszes csúcstartója van a saját magát jutalmazó önkormányzati vezetőknek. Harkány első embere, Baksai Endre Tamás 2,5 millió forint jutalomra árazta be saját tavalyi teljesítményét. A polgármester nem nyilatkozott, Orbán Viktor viszont korábban igen. Éppen 3 éve van annak, hogy arra szólította fel a városvezetőket, ne vegyenek fel jutalmakat. Én azt gondolom, hogy ennek a testületnek már annyira rossz a híre, hogy az utolsó pénzeket is kiveszik belőle, hiszen szinte biztos, hogy 19-ben nem választják őket újra. Az Együtt Baranyai elnökségi tagja Berkec Balázs azt mondja, nem lepte meg a harkányi polgármester több milliós jutalma. A szocialisták szerint Harkány a tavalyi önkormányzati konszolidáció előtt annyi tartozást halmozott fel, hogy a városadóssága egy lakosra számítva túllépte az 1 millió forintot. A város csak az állami költségvetésnek a lélegeztető gépétől tud működni, és emellett pedig sarcolják a lakosságot, akkor nem a polgármester jutalmazása kellene legyen az első. Erre maga a miniszterelnök is felhívta a városvezetők figyelmét éppen 3 évvel ezelőtt, amikor szintén több település vezetője szavaztatott meg magának milliós jutalmat. Azt kértem tőlük, hogy aki fölvette, az nézzen szembe ezzel a helyzettel, és oldja meg ezt a problémát. Ez alapvetően egy erkölcsi kérdés. Az önkormányzati vezetők közül nem mindenki teljesítette Orbán Viktor kérését. Kaba fideszes polgármestere Szegélyen ma már a nyáron előre megszavaztatta magának a 2,6 millió forintos jutalmat. Diósi Csaba dunakeszi szintén fideszes vezetője karácsony előtt érezte úgy, alpolgármesterével megérdemlik a prémiumot. Ketten együtt 5 milliót kaptak. Cira Szabolcs nagykörös vezetője pedig akkor kapott a várostól 3 millió forintot, amikor kitüntették a Magyar Érdemrend tiszti keresztjének polgári tagozatával. Csak azért módosítsunk egy rendeletet, mert polgármester úr jelenleg nem veszi fel a jutalmát. Szerintem indokolatlan. Ezt már Molnár László Újbuda alpolgármestere válaszolta arra a kérdésre, miért nem egyből jótékonyságra, felújításokra mennek az adóforintok. Hoffmann Tamás Újbuda polgármestere ugyanis szintén kapott 2,2 millió forintos jutalmat, de ahogy évek óta teszi, azonnal fel is ajánlotta a pénzt két helyi óvoda felújítására. Akkor én azt gondolom, hogy ez egy olyan lehetőség a mindenkori polgármestereknek, amivel, hogyha akarnak, élnek, ha nem akarnak, nem élnek. Baksai Endre Tamást, Harkány fideszes polgármesterét szerettük volna megkérdezni, mire fordította milliós jutalmát, de adásunkig nem reagált megkeresésünkre.